A szamár köhögés egy bakteriális fertőzés, mely hurutós tünetekkel, lázzal is elnyújtott görcsös köhögéssel jár. Minden életkorban jelentkezhet ez a fertőzés, nem kizárólag gyerekeknél vagy piciknél. Nálunk nagyon könnyű a helyzetünk, mivel mi oltjuk a szamát, tehát mi ezt az oltóanyagot már 2 hónaposan elkezdjük adni. Tehát a csecsemőket 2-3-4 hónapos korban alapimmunizáljuk, és akkor utána még erre rájön az iskolai oltás keretében a 6-osok oltása, amikor megismételjük ezt az oltást. Tehát viszonylag jó immunitást tudunk elérni a gyerekeknél, ami néhány évig tart, tehát az azt jelenti, hogy már felnőtt korban nem. Magyarországon a legtöbb eset szórványosan fordul elő, országos járványról nem lehet beszélni. Hogyha mondjuk akár idősebb vagy immunhiányos betegről van szó, vagy ne adj Isten daganatos beteg, tehát a felnőtteknél ezek a csoportok, akik fokozottan veszélyeztetettek. Tehát itt azért nincs garancia arra, hogy akár rossz vége is lehet a dolognak, de alapjában véve, ha bárki elkapja, aki nem nincs oltva, az valószínűleg, mivel ugye ez egy bakteriális betegség, tehát antibiotikumot adunk, és tüneti szereket, akkor nagyon valószínű, hogy meggyógyul szépen. Az esetszámok inkább külföldön magasabbak. A nyári időszakban sokan utaznak, ők nagyobb eséllyel kaphatnak el különböző betegségeket. Én megmondom őszintén, mi nem láttunk, mi nem találkoztunk még vele, de mondom, hát a mi populációnk azért az oltva van. És most én úgy látom, hogy egy picikét fel is kapták ezt a témát a médiában. Úgy nagyon sokat utaznak most az emberek. Nyár van, szabadság van, mindenki utazik, nyaral, tehát nagyon nagy az esélye annak, hogy különböző betegségeket összeszednek. És messze utaznak, tehát nem csak Magyarországon, külföldi utak, úgyhogy az esélye megvan. A szamárköhögés gyanús esetek száma hazánkban az elmúlt időszakban tovább emelkedett, a hétvégén újabb 10 000 védőoltás érkezett Magyarországra. Összesen már 226 szamárköhögés gyanús megbetegedésről érkezett bejelentés, a laboratóriumi vizsgálatok 90 esetben erősítették meg a betegséget. A csecsemők védelmében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ továbbra is ajánlja a védőoltás beadását a 3.-4. évben lévő várandós édesanyáknak, valamint a közeli családtagok újraoltását is.